Üdvözöllek a Shakespeare darálóban! Ebben és a következő néhány videóban Shakespeare szonetjeiről fogok beszélni. Ja. Unalmas téma, versek, nyálasz szerelmi költészet, testnek a kenyér, tavaszi zápor, au! Remélhetőleg azonban sikerült bemutatnom majd azt, hogy a nyálasság nem jellemzi Shakespeare-t. Hogy szerelmi költészetet lehet nagyon gondolatébresztően, okosan, játékosan és cinikusan is összehozni. Csak tudni kell olvasni ezeket a verseket. Ezért ez a videósorozat. Remélhetőleg a sorozat végére Értően tudunk majd szonetteket olvasni, értelmezni, és ebben a videóban az értelmezés formai szempontjait fogom szemügyre venni. Ha fellapozunk, egy angol verstani könyvet, a következő definíciót találjuk az angol vagy Shakespeare-i szonethez. 14 sor, minden sor pedig ötös jambus, azaz 10 szótag, öt versláb, jambikus lejtés. A rímképlet 3 négy soros egységen keresztül keresztrímekből áll, míg a végén egy páros rím GG. Rendben. Ez az angol vagy Shakespeare-i szonetforma. Egyszerű, mint az egyszer egy. Vagy mégsem? Kezdjük egy halmaz elméleti problémával. Az angol szonetforma tágabb kategória ugyanis, mint a shakespeare -i. Ugyanis például a Spenceri forma is angol, de nem shakespeare hanem az angolnak egy variációja. Ugyanis a keresztrím plusz páros rím szerkezet megmarad, de a második rímelő hang szótag átfut a következő négy soros részbe, azaz ABAB, és a B tovább megy, tehát BCBCCDCDEE. -E. Másodszor, hogyha már Shakespeare-i forma, elvárhatnánk talán joggal, hogy legalább Shakespeare szisztematikusan alkalmazza ezt a szerkezetet. Ha azonban megnézzük a Shakespeare-nek tulajdonított 154 szonettet, találunk más formát is. Például a 126. szonet 12 vagy 14 soros a sor definíciójától függően végig páros rímekben van. Tehát úgy tűnik, Shakespeare maga sem alkalmazta következetesen azt a formát, amit az utókor a nevével látott el. Ezen problémák miatt, hogy jobban megérthessük a szonettek formai problematikusságát, illetve hogy miért is nem problémák ezek, sőt, hogy esetenként az eltérésnek milyen jelentésbeli következményei lehetnek, szükségünk van egy kis történeti kitekintésre, vagyis arra a szonettező kulturális közegre, amelyben Shakespeare a szonetjeit megalkotta. Milyen is volt a szonet Shakespeare idejében? Induljunk ki egy korabeli definícióból. George Gascony Certain notes of instruction concerning the making of verse or rhyme in English – Bizonyos okító megjegyzések az angol verselést, vagy rímelést illetően, című 1575-ös művében így ír. Some think that, that all poems being short may be called sonnets, as indeed it is a diminutive word derived of sonare, but yet I can best allow, allow to call those sonnets which are of 14 lines, every line containing 10 syllables. The first 12 do rhyme in staves of four lines by cross meter, and the last two, rhyming together, do conclude the whole. Magyarul ugyanez. Vannak, akik azt gondolják, hogy minden vers, amelyik rövid, nevezhető szonetnek. Mint hogy ez egy kicsinyítő képzővel ellátott szó, amely a szonára énekelni szóból vezethető le. Mégis én csak azt engedhetem szonetnek nevezni, ami 14 sorból áll, és minden sor 10 szótagot számlál. Az első 12 sor négy soros egységekre osztódik, a kereszt rímek által, míg az utolsó két sor egymással rímel. A definícióból két egymástól eltérő, de egymással szorosan összefüggő témára bukanhatunk. A vannak, akik azt gondolják, kezdetű mondat, arra utal, hogy az 1570-es években egyfajta bizonytalanság övezte a szonet műfai jellegzetességeit. Ez a bizonytalanság abból adódott, hogy valakik jelen esetben, akik geszkony szerint e, tévedésben éltek, a vers méretét tették meg a szonet kritériumának, kilóra, dekára mérték a műfajt. Vagyis minden, amit versnek tekintettek, és ami rövid volt, függetlenül témájától, versformájától, rímképletétől és lejtésétől, szonetnek minősült. Ez a nézet pedig annyira elterjedt lehetett geszkony idejében, hogy egyfelől zavarhatta a pontoságra törekvő ítészt, másfelől pedig érdemes volt tollat és papírt, sőt, nyomdai ívet és nyomdafestéket ragadni, ahhoz, hogy ezt a tévedést helyreigazítsa. Tehát, a közkeletű véleménnyel szemben Geszkony a szonet szó jelentését sokkal szigorúbban fogalmazza meg. Definíciójában ugyanis szigorú formai követelményeket jelöl meg, amelyeknek egy rövid versnek meg kell felelnie, ha igényt tart a szonet megnevezésre. A definíció sorszámot, azaz 14-et határoz meg, amely sorok közül az első 12 sor további három egységet bomlik, három négy soros egységre tagolódik. Míg az utolsó két sor, azaz a 13. és 14. mint egy külön egységet képez. A négy soros részeknek egységet kölcsönöz a rímképlet, azaz a kereszt keresztrím, az utolsó két sor pedig páros rímet alkot. A sorszámon, a vers belső struktúráján és a rímképleten kívül további megszorítást pedig az jelent, hogy a sorok megszabott szótagszámmal rendelkezhetnek, hiszen tíz szótakból kell állniuk. Vagyis egy pentaméter berendeződnek. Ebben a szigorú, verstani meghatározásban Érdemes felfigyelnünk arra is, ami kimarad belőle. Először is a definícióból hiányzik a tematikus jellemző. Manapság szívesen gondolunk a szonetre úgy, mint amely lírai mű a szerelemmel foglalkozik. Geszkony számára a szonettek témája vagy adottságként ételeződik, vagyis az magától értetődik, hogy a szerelemről szól, vagy pedig azt jelenti, hogy Geszkony számára teljesen mindegy, miről szól a vers. Ha a formai követ, követelményeknek megfelel, akkor az szonett. Valószínűsíthető, hogy ebben az esetben nem oltják ki egymást ezek a feltételezések, azaz Általában persze, a szerelemmel foglalkoznak, de, ez nem szüks, de az nem szükségszerű, a tematikus kivétel belefér a szonet fogalmába. Másodszor hiányzik a meghatározásból a keresztrímek pontosítása. Azaz, hogy a keresztrímeknek milyen legyen az egymáshoz való viszonya. Ebbe a definícióba pontosan ezért belefér a Shakespeare-i rímképlet és a spencer is, azaz mindkettő tekinthető egyenrangú variációnak. Azaz ebben az esetben nem ütközünk az elméleti problémába. Harmadikként geszkony azt sem határozza meg, hogy milyen lejtésének kell lenni a soroknak. A tízes szótakszám jelölhet egy egyszerűbb, Két szótaggal operáló jambikus vagy troheikus lejtést. De magában foglalhat egyéb variációkat is. Mivel az angol nyelv alapállásban jambikus lejtésű, ezért mondhatjuk azt, hogy erre a kritériumra nem volt szükség, mert az angol amúgy is jambikus felosztást és lejtést részesít előnyben. Tehát nem kell. Külön meghatározni. De nem zárható ki az sem, hogy Geszkony nem tartotta ezt fontos szempönnek. Mindebből pedig azt következik, hogy nem szükségszerű shakespeare számon kérni a jambikus lejtést. Ha már a jambikus lejtésről beszélek, meg kell jegyezni, hogy a jambikus lejtés az angol viszonylatban más jelent, mint a magyar verstamban. A magyar verstamban a metrum a hosszabb és rövid szótagok váltakozását tételezi. Azaz a jambikus lejtés rövid és hosszú szótagok ritmikus ismétlődését jelenti. Az angolban azonban egészen más a helyzet. Az óangol angol verstamban egyébként az ógörökhöz hasonlóan mély és magas hangmagasság adja a mértéket, aminek az eredménye egy kántálásra emlékeztető előadásmód. A kora modern angolban, vagyis Shakespeare angoljában egyébként, a mai angolban is különben, azonban nem a hangmagasság változása, hanem a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok váltakozása adja a veritmusát. A jambikus lejtés tehát a hangsúlytalan és hangsúlyos szótagok váltakozását jelenti, mint egy a szív, szívdobogásra emlékeztet. Tadám, tadám. Ez adja az angolban a kimondott szó erejét és emelkedettségét, azáltal, hogy felerősíti az angol nyelv eredeti jambikus lejtését. Ez a jambikus lejtés jellemzi egyébként számos esetben Shakespeare színpadi műveinek szövegeit is. Azok emelkedettségét, báját, méltóságát és erejét adja ez. Ebben a videóban a szonet formai sajátosságaival foglalkoztam. Foglalkoztunk halmaz elméleti problémákkal. Felhívtam a figyelmet arra a problémára, hogy Shakespeare... Maga sem konstruálta mindig a róla elnevezett formai jellemzőknek megfelelően a szonettjeit. Hogy ezt a problémát megoldjuk, történeti összefüggésbe helyeztem a szonetformát, George Geszkony segítségével. Geszkony definíciójában pedig a jelenlevő és a hiányzó elemeket vettük szemügyre, és ez alapján érvelhetünk amellett, hogy a formai elvárásainknak miért nem kell mindig megfelelnie Shakespeare szonetjeinek. Ezt a problémát ugyan megoldottuk. Látszólag. A történet azonban itt még nem ér véget. Ugyanis az értő olvasáshoz még bele kell tekintenünk abba a kulturális közegbe is, amelyben Shakespeare megírja a szonettjeit. Hiszen ez további fontos szempontokat ad a szonettek értelmezéséhez. Ezzel fog a következő videó foglalkozni. Most pedig megköszönöm a figyelmed, viszlát és a jövő héten újabb videóval jelentkezem. Ha tetszett, lájkold és kövesd a csatornát! És a kommentekben, mint ahogy eddig mindig is, várom az észrevételeidet és a kérdéseidet.